A számfejtés előtt célszerű megadni a számfejtés előkészítésében a havonta ismétlődő adatokat. Fontos, hogy belépéskor a besorolási béradat legyen kitöltve. Nézz át a különböző kedvezményeket, családi, ifjúházas, szoció kedvezmények és így tovább. Az időadatok rögzítésével kell folytatni a munkát, ha a dolgozó a törvényes munkaidőnaptártól eltérően dolgozott. Miután készen van, kétféle módon indítható a számfejtés. Személyenként, vagy csoportosan, ezen belül is automatikusan, vagy dolgozónkénti léptetéssel. Személyenkénti számfejtés Indításához kattintson a képernyő felső részén található számológépikorra, vagy a képernyő bal oldalán található számfejtés menüpontra. Az új gombra kattintva tud új dátumra számfejtést készíteni. A számfejtés dátumához a kifizetés napját kell megadni. Ha a kifizetés a következő hónapra esik, akkor a számfejtés dátumához a hónap utolsó napját írja, kilépés esetén a kilépés napját. Hóvégi számfejtésből egy hónapban több is készülhet, ahogy hóközi számfejtésből is. Válassza ki, hogy az adott számfejtés hóvégi vagy hóközi lesz-e. Ezután döntse el, hogy a számfejtést a program a paraméterezés alapján készítse el, vagy az adatokat úgynevezett kézi számfejtéssel, azok előre kiszámolt kitöltésével a program segítsége nélkül kívánja -e elvégezni. Fontos adat az elszámolási időszak. Amennyiben az adott hónapra hóvégi számfejtést készít, és a dolgozó egy hónapban egyszer kap fizetést, úgy a vonatkozás időszaka hónap, vagy a belépés első napja, a vége pedig a hó utolsó napja, kilépés esetén a kilépés napja. Ha viszont több hóvégi számfejtés készül, a számfejtés az itt megadott időszakokra fog elkészülni, az erre megadott munkaidő adatok átvételével. Ha a dolgozónak volt már hóvégi számfejtése, az új számfejtésnél nem adható meg olyan időszak, amit egy másik már tartalmazott. Azt a hibát viszont el lehet követni, hogy kihagyja valamelyik időszakot. Bár a program a következő számfejtéskor felkínálja az előző havi számfejtés utolsó dátumát időszak kezdő dátumának. Viszont ha az első számfejtés nem a hónap, vagy a belépés napjától végezte el, ezt az időszakot utólag szemfejteni kell, mert kimaradhat a bevallásokból. Például az első szemfejtés 2017. november 5-től 2017. november 20-ig történt, a második szemfejtésnél a program 2017. november 21-i kezdő dátumot kínál fel, vagyis a kimaradt, november 1 és november 4 közötti időszakot is számfejteni kell még, mert következő számfejtésnél nem adható meg 2017. november 1-i kezdő időpont, ugyanis az része egy már korábban számfejtett időszaknak. Másik hiba lehetőség, hogy nem a hónap utolsó napjával, például 25-én történik a számfejtés, de a vonatkozási időszaknak a teljes hónapot jelöljük be. Ebben az esetben újabb hóvégi számfejtést nem lehet készíteni, hiszen a hó közben elvégzett számfejtés a teljes hónapot lefette. Hóvégi számfejtés esetén az elszámolási időszaknak abba a hónapba kell esnie, amelyik hónap a számfejtés dátuma mezőben szerepel, tehát május 5-én. Nem lehetséges áprilisi vonatkozási időszakot megadni. Hóközi szemfejtés választása esetén a vonatkozási időszaknak nem kell az adott szemfejtés dátumának hónapjába esnie, sőt, akár előző év időszak is megadható annak érdekében, hogy az olyan kifizetés, ami nem az adott szemfejtési hónapba esik, a 08-as bevalláson külön oldalon kerüljön bevallásra. Például, előző évi prémium kifizetése. Az utolsó kérdés, hogy az adott számfejtés önrevízió miatti számfejtése. Ezt akkor jelölje be, ha a bevallás már megtörtént, de a dolgozóra nem készült számfejtés, és nem az önellenőrzés gombot használva készítünk önellenőrzést. Az önellenőrzés gombot csak akkor tudja használni, ha már volt bevallás. Ha kifelejtettünk valakit a bevallásból, mert nem volt számfejtése, csak az örevízió miatt létrehozott jelöléssel lehet elvégezni. Hóvégi számfejtés Példákban számfejtünk július 15-én, július 1-től 15-ig időszakra, majd 31-én 16-ától 31, -én, 16 31 időszakra. Megismételve a korábbiakat, lehet több hóvigi számfejtés is készíteni, de a vonatkozási időszaknak abba az intervallumba kell esnie, amelyik időszakban a számfejtés dátuma esik, valamint nem lehet egymást átfedő időszakokra számfejteni. A táró gombra kattintva lépünk a számfejtési panelre. A képernyő bal oldalán lehetőség van azokra a jogcímekre adatot rögzíteni, amelyek a különböző jogcímcsoportokba besorolásra kerültek, meggyorsítva ezzel az adatrögzítést. Ha nem a menüpontokat használja, akkor a jogcímek felett található, lenyíló listában kiválasztható, hogy az összes jogcímet, egy testre nézetet, egy aktuális évben nem nulla értékű nézetet, vagy az aktuális szemfejtésben nem nulla nézetet szeretne a képernyőn látni. Az összes jogcím esetében minden, az adott alkalmazás módhoz rendelt jogcímet látni fogja. A testre szabott nézet esetében egyrészt az Infotéka Kft., másrészt a felhasználó által beállítottak szerinti jogcímek láthatók. Az aktuális évben nem nulla nézet esetén minden olyan jogcím látható, ami a tárgyhavi vagy a korábbi havi számfejtésekben előfordult. Az aktuális szemfejtésben nem nulla nézet, csak az aktuális szemfejtésben adatot tartalmazó jogcímeket fogja megmutatni. A módosít gombra kattintva adható meg az érintett jogcím helyes adata. Időadatok nem módosíthatók, az csak az időadatok rögzítésénél tehető meg. Adatrögzítés és a tárogó megnyomás után kattintson az átszámol gombra, ezzel a számfejtést elvégeztük. Ha helyesek az adatok, a bezár gombbal a menüpont kezdő oldalára jutunk vissza, ahol a most elkészített és a korábbi számfejtések is időrendben láthatók. Bevallás előtt a kiválaszt gombra kattintva lehet adatot módosítani, és a számfejtést újra futtatni, illetve a törlés gombbal törölhető a számfejtés. Válassza ki a következő számfejtendő dolgozót, és a fenti eljárást az ő esetében is végezze el. Hóközi számfejtés Ha a dolgozó hó közben is kapott juttatást, azt hóközi szemfejtésként lehet rögzíteni. Kattintson az új gombra, írja be a kifizetés dátumát a számfejtés dátum mezőbe, és a számfejtés módját állítsa hóközi szemfejtésre. Hóközi szemfejtésnél is aktív az elszámolási időszak. Amennyiben olyan kifizetés történik a dolgozónak, ami nem arra az időszakra vonatkozik, amelyikben a kifizetés történik, Megadható más intervallum, akár előző év is. Például, ha áprilisban a dolgozó az előző évi prémiumát kapta meg, az elszámolási időszak mezőbe a tavalyi év kezdő és záró dátumát írja be. Ezzel a számfejtés a kifizetés napjával, de a megadott elszámolási időszakra vonatkozóan fog megtörténni. Amennyiben a vonatkozási időszak eltér a számfejtés dátumától, úgy a 08as nyomtatványon külön járulék oldalon fog a számfejtés adata megjelenni. Amennyiben több időszakra is történik kifizetés, a számfejtést minden egyes elszámolási időszakra külön-külön el kell végezni más-más számfejtési dátummal. Például most fizetünk ki, tavaly májusi elmaradt túlórát, és a júniusi jutalmat is egymás utáni számfejtési napokkal. Hóközi számfejtést tud készíteni olyan időszakra is, amire már van hóvégi számfejtés. A hóközi számfejtéskor az időadatokat nem veszük át a munkaidő naptárból. Példánkban július 22-ére készítünk egy hóközi számfejtést. Csoportos számfejtés. Hasonlóan a személyenkénti számfejtéshez, a menüpont elindítása előtt ellenőrizze a számfejtés előkészítésében megadottakat, töltse ki az időadatokat, és így tovább. A számfejtést a három ember alakot ábrázoló ikonnal lehet indítani. A számfejtés minden olyan dolgozó esetében meg fog történni. Akiknél a csoportos számfejtés nem került letiltásra. Adja meg a számfejtés dátumát ugyanúgy, ahogy azt személyenkénti számfejtéskor tette. Kilépés esetén a csoportos számfejtés ne használja. Adja meg, hogy csak azokat a dolgozókat kérje számfejteni, akiknek van a számfejtés előkészítésében adata, ezt csak indokolt esetben jelölje és adja meg az elszámolási időszakot. Az elszámolási időszak esetében körültekintően járjon el, mert ha az adott hónapban egyszer kapnak a dolgozók fizetést, úgy az időszak a hónap első napja, a vége az utolsó napja legyen. Ha a hónapban többször készül hóvégi számfejtés az automatikus számfejtéssel, az első számfejtésnél a hónap belső bármely időszakot megadhat úgy, hogy az időszak kezdő dátuma mindig a hónap első napja legyen. A második csoportos számfejtésnél a program figyeli, hogy az első számfejtésnél kinek, milyen időszakra volt már számfejtése, és csoportos számfejtés esetén is csak az előző számfejtés utolsó napjától készíti el a megadott időszak végéig a számfejtést annak ellenére, hogy a képernyőn a dátum a hónap első napja, abból a célból, hogy nehogy valakinek kimaradjon valamelyik időszaka. Fontos viszont, hogyha volt a számfejtendő dolgozók között olyan, akinek nem a csoportos számfejtéssel készült számfejtés, és annak időszaka például 8. hó 1 és 8. hó 25-e közötti volt, a csoportos számfejtés az utolsó dátumtól fogja az időadatokat átvenni, és a számfejtést elvégezni. Vagyis 8-26-ától a megadott végdátumig. A dolgozó alkalmazásmód alapadatainál állíthatja be, hogy bekerüljön-e az a csoportos számfejtésbe. Visszatérve a képernyőn bekérendő adatokhoz, válassza ki, hogy a számfejtést automatikusan akarja futtatni, vagyis az összes érintett dolgozóra vonatkozóan egy menetben, vagy egyenkénti léptetéssel. Ez azt jelenti, hogy az első számfejtett dolgozóról nem fog automatikusan a következő dolgozóra lépni, lehetőséget ad az adatok azonnali ellenőrzésére, vagy további adatrögzítésre és átszámoltatására. A következő dolgozóra a következő dolgozó gombra kattintással tud lépni akinek a szemfejtése megtörténik, de hasonlóan az előzőhöz ellenőrizheti azt, vagy módosíthatja az adatokat.